2018 óta az idei volt a harmadik alkalom, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban működő civil szervezetek és a helyi óvodák csoportjai színvonalas műsorra lepték meg a közönséget. A rendezvényen a közház közművelődési igazgató helyettese Velke Erika köszöntötte a megjelenteket, a program apropójáról pedig már kameránk előtt beszélt. Fantázia nevet találtunk ki tulajdonképpen, tehát ez a helyi értékgála, ez az Arany János Közösségi Ház itt helyben működő civil szervezeteire vonatkozik. Idén 5 civil szervezet jelentkezett, hogy részt vesz ezen a műsoron, illetve egy óvoda is becsatlakozott, aki a szeptemberi civil kerekasztal, illetve az intézményi kerekasztal megbeszélésen hallott erről az eseményről, és szívesen vállalta a fellépést. Ez a Tátika óvodának a több csoportból jöttek a gyerekek, és így az intézményvezető, illetve egy óvodapedagógus segítségével állították össze ezt a nagyon aranyos kis műsort. Tehát most 5 civil szervezet lépett fel ebben az évben. Volt, aki énekkel készült, volt, aki verssel készült, volt, aki nagyon színes táncprodukcióval lépett fel. Tehát igazán változatos műsort láthatott a közönség. Harmadszor rendezték meg, folytatódik el hagyomány? Igen, tervezzük természetesen, ezt jövő évben is ugyanúgy meg fogjuk rendezni. Megtudtuk, hogy a Gyáli Cukorbetegek Egyesülete méltó énekprodukcióval, a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Egyesület és az Őszi Rózsa Dalkör adventi műsorral, a Kovács István Pál Dalkör és a Gyáli Kertbarátkör Egyesület verse, a Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület János köszöntőjével, míg a Tátika óvoda kedves műsorral jelentkezett. A gála teljes műsorát megtekintetik a híradónk után következő magazin műsorunkban.